már-már nyarat idéző tömeghömpölygött Fonyódon, ahol a mohácsi busok és néptáncosok invitáltak mindenkit a tél előzésére. A városban nagy hagyományai vannak a télvégi mulatságnak. Ez nagyon-nagy öröm számunkra, és nagy büszkeséggel tölt el minket, hogy mi gyakorlatilag nem csak beszélünk a négy évszakos Balatonról, hanem próbáljuk is megvalósítani ilyen egynapos, rövid fesztiválokkal, amelyek mindig valamilyen hagyományhoz, a múltunkhoz, a történelmünkhez kapcsolódik, úgy, mint ahogy ez a télüző esemény is ma, hiszen pontosan tudjuk, hogy a farsang vízkereszttel kezdődik, és hanvazó szerdával ér véget, és ennek egy középső, egy jeles eseménye a busójárás és a télüzés, és nálunk itt Fonyódon már hagyománya van évek óta a télüzésnek, a kiszebáb égetésnek, és annak, hogy itt forralt borral is kedveskedünk a fonyódiaknak és az ide látogatóknak. A családokat és a gyerekeket nem csak színpadi produkciókkal várták. Az érdeklődők együtt táncolhattak a mohácsi hagyományőrzőkkel, fotózkodhattak a busokkal, a kreatív sarokban pedig számos játékot kipróbálhattak. Akkor mindig alulról irányítjátok, jó? És mehet be a sárgyalomra, jó? Ezekből összeszedhetsz, tudod? Egy lehet rajta, csak kettő nem. A délután legjobban várt eseménye Sirilla György megmártózása volt a 4 fokos Balatonban. A csobbanást több százan várták a Fonyódi mólónál. Néhány percnyi lubickolás után a Rozmár egy vállalkozó kedvű kisgyereket is bevitt a vízbe néhány fotó erejéig. A tavasz tündére a mai napon, kedveseim! Igazi tavasz tündére! Partot érve szívesen beszélt arról, miért fontos számára a fonyódi mártózás. Kihívásnak tekintettem, felelősségnek tekintettem ezt a tavasz köszöntő, illetve télbusztató úszás, és az nagyon nagy felelősséget tett rám, hogy ilyen sok-sok százan itt voltak az úszáson, és úgy gondolom, hogy úgy érzem, hogy a szívemben ezeket az embereket örökre megőrzem, akik ma itt voltak, és azt is hirdetem, hogy egészség, szeretet és ilyenek kellenek tavasszal az embernek, virágot kell ültetni, meg egymáshoz jó lenni. Ilyesmire gondoltam úszás közben, ami teljes mértékben megvalósult. Az úszással nem ért véget a fonyódi délután, hiszen a színpadon népi tánccsoportok, játékok várták az érdeklődőket, a zsíros vagy lekváros kenyér, valamint a forró tea és a forralt bor mellett.